Nagy János, -Szent Miklós Fidesz korlaboráns polgármestere azt mondta Magyar Péter tegnapi rendezvényén, hogy én gyakran látogatom meg Kövér Lászlót Sziget -Szent házában. Ahogy azt már tegnap is egyértelművé tettük, ez hazugság. Soha nem jártam Kövér László házában, sőt, soha nem is beszéltem bele sem ott, sem máshol. Ezt hajlandó vagyok hazugságvizsgálóra kötve is elmondani, hogy mindenki számára világos legyen. A Fidesz ellenzéki bőrbe bújt polgármestere hazudik. A Fidesz kitartott Nagyjánost akinek 6 milliós jutalmat szavaztak meg a fideszes képviselők, a DK a hazugságai miatt beperelte. Ez azonban már nem lesz elég. Azt akarjuk, hogy az hazugságnak azonnali következménye legyen. Egy 40 ezeres várost nem vezethet olyan személy, aki tisztességtelen politizálásával megcsúfolta a polgármesteri pozíciót. A DK ért Nagy János azonnal lemondását követeli sziget -Szent Miklós éléről. A Fidesz kollaboráns polgármester hazugsága miatt sziget -Szent Miklós sokat gyára került be az országos sajtóba negatív összefüggésben. Nagy újra és újra országos szényent hoz sziget -Szent Miklósra. Nem történhet meg az sem, hogy egy olyan polgármester haknizzon ellenzéki álcában, aki 6 milliós jutalmat kapott a fideszes képviselőktől azok után, hogy a Fidesz kezére játszotta a várost. Mert nem ellenzéki az, aki bevallottan a saját haverjainak adta oda, az útkarbantartásra és őrzésvédelemre szállt közpénzeket, és Fideses módra meghívásos közbeszerzéseken gazdagítja barátait. Nem ellenzéki az, aki sunyiban lemond az M0 felhajtó megépítéséről, az épülő Tesco raktár mellett, ami városunk közlekedését teljesen el fogja lehetetleníteni. Mi nem vállalunk közösséget olyan emberrel, akit bűnözői körök mozgathatnak a háttérből, aki Tasnádi Péterrel és társaival szervez rendezvényeket Szigetszen Miklóson. Nagyjános nem lopásra és nem hazudozásra kapott felhatalmazást sem az ellenzéki pártoktól, sem az ellenzéki választóktól. Éppen ezért Nagy János azonnali lemondását követeljük sziget -Szent Miklós éléről.